Azt mondják, hogy ha az időskori demenciát el szeretnénk kerülni, tehát még idősebb korunkban is szeretnénk frissen tartani az elménket, akkor érdemes bármilyen életkorban tanulni, akár 60 évesen lediplomázni, vagy 80 évesen nekivágni egy új nyelv megtanulásának, legjobb anyanyelvi tanárral. A nyelvtanulás és a nyelvtudás az nagyon fontos, ezt most már szerintem mindenki tudja, és manapság már egyre több helyen lehet nyelvet tanulni, de nem mindegy, hogy milyen környezetbe tesszük ezt, hogyha egy nyelviskolába nem kemény és kényelmetlen székeken kell görnyedni, szerintem az már egy szuper jó dolog. Nagyon fontos, hogy kényelmes legyen a környezet, az, hogy jól érezzék magukat a diákok egy nyelviskolában, mert hogy nem csak egy kötelező tanulás van, egy kötelező tananyag, amin át kell rágni magukat. Jó lenne, hogyha felismernék azt a diákok, azt az emberek, hogy a nyelvtanulás az nem egy kényszer. A nyelvtanulás lehet szórakoztató, lehet hobbi, megismerjük általa a saját nyelvünket is sokkal jobban, annak az adott nyelvnek a kultúráját is, egy picit az ország hátterébe is betekintünk, azáltal, hogy megtanuljuk azt a nyelvet. Itt én csak kényelmesebbnél kényelmesebb foteleket látok, ez gondolom nem véletlen. Ennek nagyon örülök, hogy mondod, mert hogy nagyon fontos az, hogy a diák kényelmesen érezze magát, így tudjuk kimutatni a vendégszeretetünket. What do you normally like to do during your weekend? I like reading. I like meeting my friends. Everybody's being begun. Mi a helyzet a nyelvtanárokkal? Általában azt szokták mondani, hogy sokkal hatékonyabb a nyelvtanulás, hogyha anyanyelvi tanártól tanulunk, viszont attól sokan félnek, hogy úristen beülnek, és mondjuk ha kezdők, akkor még nem tudnak egy szót se az adott nyelven, hogy fogják megérteni. Ahhoz, hogy valódi élmény legyen a nyelvtanulás, ahhoz nem mindegy, hogy milyen módszert választunk. A leghatékonyabb az az, hogyha anyanyelvi környezetben tanulunk, tehát vagy egy anyanyelvű tanárral, vagy egy olyan szintű oktatóval, aki anyanyelvi szinten beszél. A lényeg az, hogy a célnyelven kívül más ne hangozzék el az órán. Így lehet azt a környezetet megteremteni, minthogyha valóban külföldön tanulna az ember. Kezdőknél szokott egyébként ez egy picit probléma lenni, hogy néznek ránk nagy kerek szemekkel, hogy úristen, hát ez hogy működik a gyakorlatban? Hát, hogyha nincsen valami fordító nyelv, akkor mégis hogy fogom érteni, hogy mit kell csinálni? Maximilian Berlitz, aki az egész módszert kitalálta, ő egy picit arra hajazott, hogy az ember a saját anyanyelvét megtanulja. Tehát a gyerekeket is így kezdjük el tanítani, hogy gesztikulálunk, nagyon sokszor elismétlünk nekik valamit, és akkor ők összerakják a fejükben, ez felnőtteknél is ugyanígy van. Hogyan lehet egy diák számára kiválasztani a legmegfelelőbb nyelvtanárt? Meg kell vele ismerkedni. Megkérdezni azt, hogy mit szeretne elérni, mik a nyelvi céljai, hogyan képzelte ő ezt el, milyen felületen működik ő a legjobban, online vagy személyesen, mik az órarend preferenciái, mi az elképzelése. A hatékonysághoz nagyon számít, hogy milyen diák, milyen oktatót kap, mert hogy a siker, az a közös sikerünk.